mai vendégem, ahogy nézem, a teljes Weisberger család, és mielőtt belekezdenek a beszélgetésbe, mindenkivel tudatom, hogy Dáviddal nagyon régi ismerősök vagyunk, valamikor még a Miskolci zsinagóga udvarán még együtt játszottunk, talán még verekedtünk is egyébként, nagyon régen volt, és emlékezetem szerint ti azért mentetek ki a Szentföldre 1956 után, mert úgy gondoltátok, hogy ott egy békés világra leltek. Sikerült-e megtalálni ezt ott? Ez 1962-ben volt pontosabban. Hát 56 után. Az apámnak nagyon fontos volt a zsidó élet, és úgy érezte, hogy Magyarországon ez a vége felé jár, és meg akarta menteni, az ő szavával éljek, két gyerekét. Így ez 6-szor kérte az útlevelet, amíg megadták neki az útlevelet a családnak. És így december 24-én értünk ide, december 6-án is 1962-ben ott hagytuk Miskolcot, és bocsánat, érdekes dátum, 1962. December 6. 24-én érkeztünk be, 1962. szeptember? December 6, igen. Jó, akkor még te itt lettél a drága édesapám temetésén, ami 1962. augusztus 30-án lehetett, emlékezetem szerint, a templom udvarán, a zsinagóga udvarán. Igen, nem zavallak meg, tovább. Én nem emlékszem, de ebben az időben biztos ott voltam a temetésen. Biztosan. Jelenleg Tel Avivtól 25 km-re éltek, Rehovotban, lehet, hogy nem jól mondom, de az körülbelül egy Miskolccal hasonló méretű, 180 ezer lakos számláló város. Majdnem azt mondtam, hogy kisváros, de tulajdonképpen ott is nagyvárosnak számít. Hogyan élitek meg a jelenlegi helyzetet? Érdekes eset. Mi voltunk egy hétfő este, meg voltunk hívva, Schwarz Laci miskolci volt lakosnak, a zsidó ügyközségnek a tagja, unokájának az esküvőjére. És már az esküvő közben már éreztük, hogy valami megy történni, mert már az úton hallottuk a rádiót az autóban, a híreket, hogy kezdenek Jeruzsálemben, ez volt pont Jeruzsálem napja, és kezdődött a zajgás Jeruzsálemben, és még nem, ez nem volt, csak éjjel kezdődött ez a nagy zűr a rakétákkal, de már érződött, hogy valami ez valami nem egy egyszerű nap, hanem itt ebből itten valami nagyobb dolog fog kibontakozni. És körülbelül mióta is tart már? Pontosan már. Hétfő éjjel, az volt 10-e, ma 16-a van ma? Igen. Hogy ma van 16-a. Hatodik napja, hogy ez folytatódik. Hatodik napja tart. És hát én folyamatosan figyelem az Új Keletnek a jelentéseit, és nemrégiben most éppen azt cáfolták, hogy milyen klasszul sikerült az a bizonyos pszichológiai hadviselés, az a félreértés, hogy a katonai szóvivő, a Zilberman úr, ugye, jól mondom, Zilberman, mert ti, miután hallgatjátok az ottani katonai rádiót, ti jól ismeritek, képről már én is felismerném, a szembe jönne velem Miskolcom, és tagadja, hogy szándékos volt ez a bizonyos bejelentés, hogy az izraeli csapatok bevonulnak Gázába.
Te hogy tudod ott, hogy érzékeled ennek az eredményét? Hogy végül nem vonultak be, de ez a katonai csel nagyon bejött. Remélem, hogy nem vonulnak be, mert egyelőre az eredmények elérik, amit a 2018-as utolsó, 2014-es utolsó csata hozott. Eddig az eredmények úgy mutatják, hogy sokkal jobbak, mint volt, amikor a háborúba bementünk, és jó pár száz sok volt, sok áldozat. Igen. Úgyhogy remélem, hogy nem fognak a katonák bemenni. Nekem is vannak érintések, unokám hadikatona, és minden esetre az eredmények úgy mutatják, hogy senki se gondolta, persze a Hamász nem gondolta, hogy ilyen egy pár nap alatt, 5-6 nap alatt ilyen nehéz helyzetbe kerül. Az az éjjel, én is csak azután hallottam ezt a híret, ami azután te most hallod, hogy ez egy volt egy csel. Lehetséges, hogy volt ez egy kijátszás. Minden esetre úgy néz ki, hogy elérte, ami az egyik célja volt ennek a nem, ez nem, nem, nem meg mi nem terveztük ezt az akciót. De sikerült. Szóval kész volt. Ez sikerült. Anélkül, hogy meg lett volna ez tervezve Izrael által. Ránk húzták ezt, és úgy néz ki, hogy a végén nem fognak kimenni a Hamász és a palesztinaiak azzal, amit gondoltak elérni ebbe az akcióba. Pontosítsuk akkor érthetőbben, mert ugye nem mindenki van ebben az ügyben, nem mindenki járatos. Hát azért elmondom, tehát itt arról volt szó, hogy jelenleg korábban is a Hamász harcosai szívesen vállaltak, helyezkedtek olyan pozícióba, amely közel volt a kórházakhoz, iskolákhoz és egyéb ilyen polgári létesítményekhez, hogy a humanitárius akció során az izraeli hadsereg ne tudja őket elérni, mert ugye az egyik legdemokratikusabb, legkorrekterebb az izraeli hadsereg, még a rakétázás előtt is figyelmeztette az épületek lakóit, hogy hova fognak lőni, tehát minél előbb hagyják át. És most ugye az történt, hogy tettek egy kétértelmű bejelentést, hogy hamarosan kezdődik a szárazföldi offenzíva. Erre az összes Hamász harcos elindultak az alagutak bejárata felé, és még mielőtt odaértek volna, akkor érte őket a támadás, ami most sikerrel járt. Mit tudsz arról, hogy közben Egyiptom közvetítésével alakulóban van a hát itt nem mondanám, hogy a béke, hanem inkább a tűzszünet? Ez így megy már, azt hiszem, negyedszer, hogy mikor kezdik érezni, hogy a palesztiniak keze alul van, a világ beleavatkozik, és próbálják megmenteni, és általában ez sikerül. Szerintem elég volt ebből a játékból. Ez a játék, amit az a palesztiniaiak kezdeményeznek általában. És ebbe a helyzet megengedi, és szerintem elérhetnek olyan results, olyan döntéseket.
Olyan követeléseket érhetnek el. Vámköveteléseket, meg fogják, el fogják érni olyan érvényeket, ami nagyon fontos lesz Izraelnek, de eddig ez még nem elég. Szerintem még ezt kell folytatni, mert az alagutak, amit péntek éjjel és ma éjjel úgy látszik, hogy nagyon nagyon letörték, ez egy nagy eredmény, de ez nem biztosítja, hogy 2 hét múlva, vagy 2 hónap múlva, vagy 2 év múlva nem kerülünk vissza ugyanebbe a helyzetbe. És most van alkalom arra, és jó alkalom úgy néz ki, hogy egy kicsit megtanulják a leckét, és talán másképpen fognak gondolkozni, mikor ki fognak jönni a lyukjaikból a vezetők, akik lent vannak 30 méter a föld alatt, és ki fognak jönni a föld felé, a föld területére, és meglássák, hogy hogy áll Gáza és az egész gázai sáv. Remélem, hogy egy kicsit észbe kapnak. Elgondolkodnak. Nem volt egy kicsit hiú ábránd a Trumpnak a úgynevezett Ábrahám egyezménye, amelyel sikerült egy csomó egyébként korábban ellenséges államot megbékíteni Izraellel. Mindenki azt hitte a világról, hogy most már beköszönt a világbéke, és béke lesz a olajfák alatt. Ez egy eredmény, de én nem vagyok Netanyahu barát, és ez, amit ő végez ebbe, és egyirányú vonala, amit ő elpróbál nekünk adni, hogy ezzel meghozza itten a csendet, a békétől, béke nem nagyon beszél a békéről, az nem érdekli, úgy Netanyahu, neki kell a mostani csend. És ez a csend, ha ő elérje ezt a csendet, ez neki elég úgy néz ki, és a palesztíniaiak neki szerint csak kellenek, mikor van neki szüksége, politikai szükségei rájuk. Úgyhogy ez egy érdekes elmélet, itten nem nagyon ismert, tehát akkor azt akarod mondani, hogy valójában a palesztinai támadás ez kapóra jött egy abban országban, amely éppen miniszterelnök válság van. Kormányzati válság van. Ezt úgy kell érteni? Figyelj, én beszélek itt most külfölddel, és nekem ez nem nagyon kényelmes, hogy én beszéljek a kormányom ellen. Nem is, persze, megértem. Nem is akarnák, nekem megvan a véleményem erről. De engedd meg, hogy ne válaszoljak erre. Értem, köszönöm szépen, de viszont azt elmondhatom, vagy eldicsekedhetek, hogy a magyar kormány, pontosabban a magyar külügyminiszter dr. Szijjártó Péter első között biztosította Izrael kormányát az együttérzéséről, a rokonszenvéről a Hamász elleni harcok idején. Ez mit szóltok ti? Nem hallottam ezt, amit mondol, de ez szép. Ide figyelj, a magyar kormány és az izraeli kormány nagyon közel állnak egymáshoz. Úgy néz ki legalábbis nekem. És a gondolatmenet nagyon hasonlít egymáshoz. Az Orbán és a Netanyahu-nak a feje körülbelül, Putin, és még van egy pár ilyen vezető, akinek a fejük körülbelül együtt mozognak. Úgyhogy ő nem az egyedül, aki mondta, a magyar külügyminisztert mondta. Magyar külügyminiszter, és utána 2 nappal viszont a Kurz-kancellár is Ausztriában bejelentette ugyanezt, és hogy mondjam, a szolidaritásáról biztosította az izraeli kormányt, és kitűzte a bécsi kancellária épületére az izraeli zászlót. Erről se tudtok?
Erről tudok, és a német zászló, a Németország, Berlinbe is kitűzték a zászlót, az izraeli zászlót, és ez nagyon, a mi háborúban vagyunk, nekem ez nagyon fontos a dolog, ezek a dolgok. Háborúban vagyunk, a politikai dolgokat mostan én félreteszem, ami történt, az nem csak az arabok hibája, abba ennyit, amit mondhatok, de mostan 100%-ban az izraeli hadsereg mögé állok, és aki minket mostan segít, és aki mellettünk áll, az nagyon-nagyon fontos helyen nekem. És ez nagyon, én nagyon örülök ennek, még ha az Orbán kormánya is mondja. Én ez nagyon, nagyon fontos. Nagyon-nagyon jó hallani tőled, hogy Izraelben képesek egyébként az emberek az ilyen bajban összefogni, és félreteszik az ellentéteiket. Nálunk ez még mindig nem jellemző. Biztos hallottátok, hogy mi van, hogy itt az űrök. Szóval már nem a zsidó között, hanem a zsidó és az arab kitört. A belső villanásokról is hallottunk, igen, Lodban, meg a többi helyen, igen, meg Jeruzsálembe. Itten már kevésbé fognak össze a zsidók és az arabok, de a zsidók között legalábbis a politikai, mi mostan ismered a helyzetet, hogy mi mostan lehet, hogy szeptember hány hónap, az 3-4 hónap múlva megint megyünk választásokra. Igen. És ez a kampány egy percre nem hagyták abba. Érted? A Bennettet biztos ismeritek. Igen. Egyik fontos politikus. Abba hagyta a Lapiddal a tárgyalást, és visszament Netanyahu-hoz. Ez két napja, hogy történt, a háború közepében. Úgyhogy a politikai kampány az megy tovább, mintha se nincs háború. De most, ami, de ez, de, most egy ilyen felülkerekedtek ebben a Hamász elleni harcban, akkor ez végsősorban kinek a malmára hagyja a vizet majd? Ki lesz az, aki a kampányába föl tudja használni az itt elért sikereket? Szerintem Netanyahu. Ő fogja kihasználni a helyzetet. Nem akarom azzal ráhúzni, hogy ezt a háborút azért csinálta, hogy ezt elérje. De szerintem az egyedüli győztes, politikai győztes, aki kijöhet ebből, ez Benjamin Netanyahu. Mert a többiek, ők csak mostan, hogy mondják, kártyába, amikor hátulról nézik. Cinkert kártyákkal, cinkert lapokra játszanak. Nem, hanem aki nézi hátulról is. Kibic. Kibicek, pontosan. A többi csak most kibic, aki vezet mostan azt a háborút, és ha lesz neki eredmények, az ő javára fog járni. És Dávid, mi sem vagyunk elég okosak, hogy ne értjük még ezeket a játékokat. Dávid, mit tudsz nekem arról mondani, nemrégben jutott tudomásomra, hogy ez a vaskupola, ez a vaskupola rendszer, amelyet a magyar hadsereg is megvásárolt, megrendelt közvetlenül Izraeltől. Persze nem tudom, hogy mi nekünk ki ellen kell, de hát a lényeg az, hogy már nekünk is lesz. Egy kassai zsidó fiú, aki ott él Izraelben, ő találta ki azt az egész rendszert. Te tudsz erről? Nem? Nem tudtam, hogy az kassai származású. Igen, tőlünk kassan 60 kilométerre van egyébként, és egy ottani magyar zsidó fiúnak, hát ottani kassai születésű embernek köszönhető ez a vaskupola rendszer, amely valójában emberéletek ezreit mentette meg Izraelbe. És egy magyar végsősoron, tehát mi ketten legalábbis azonnal büszkék lehetünk rá egyébként erre. Azt kell mondanom, hogy amikor említetted, hogy egy
rugóra jár a ti miniszterelnökötök és a mi miniszterelnökünknek a gondolkodás módja, akkor meg kell dicsérnem a magyar kormányt, hogy nem engedte be ide a migránsokat, nem engedte be ide az iszlám országból bejövő menekülteket. És az izraeli mintára, és szóval mi is felhúztuk a kerítéseket, amely megakadályozta, hogy rajtunk keresztül vonuljanak át Nyugat-Európába ezek az iszlám harcosok, amikor menekülteknek átszáztak magukat, de mindannyian tudtuk, hogy ezek egy ilyen katonaköteles korú fiatal emberek, amelyek nem éppen teljesen jó szándékkal, nem biztos, hogy megélhetési célból választják Európát. Mi a kérdés? Kérdés az, hogy tudsz arról, hogy ezek a bizonyos iszlám erők tegnapi nap folyamán, nem kell újat mondanom, a tepperéket, meg a drótzsizsékat is ismerted Miskolcról, mesélték, hogy nem tudtak bejutni a belvárosba, mert a Hamász melletti tüntetések százai robbantak ki Bécsbe, és hasonlóak voltak Németországban is. Na most ez az a generáció, ez az a réteg, amely keresztül gyalogolta fél Európát, és jelen pillanatban letelepedett Nyugat-Európába. Tavaly voltunk, nem tavaly, 2019-ben voltunk Kopenhágában. Az első nap, ahogy odaértünk, kimentünk, ahogy megérkeztünk délután, kimentünk a főutcára, és kaptuk egy ilyen izrael ellenes tüntetést. Nem tudom miért pont akkor, mikor, lehet, hogy minden nap így van. Remélem nem ellened. Tessék? Nem? Nem ellened. Nem álltam közék, azt kérdezed? Nem, hát nem vetted magadra, hogy nem ellened szólt. Nem, én ismerem én ezt. Én éltem az Elefántcsont parton, ahol nagyon sok arab van. És már ez volt már 30 éve, és már akkor már érezték a veszélyt, amit ezek a muzulmánok hoznak rájuk. Ők is a nagyobb része az országnak muzulmán, de ezek az arab muzulmánok, akik jöttek Libanonból, már akkor már veszélyeztették az országot, és az idővel hallom, hogy még a veszély még sokkal nagyobb. És ez úgy néz ki, hogy ez nem csak Európa. Ezek az arab iszlamisták, és a iszlamisták egyáltalán, afgán, meg Pakisztán, meg nem kell neked felsorolni, ezek egy nagy veszély a világnak. A nagy szerencsétlenségünkre közéjük estünk pontosan. Ezt mi nem választottuk, de a legrosszabb, talán az egyik legrosszabb helyen vagyunk beöklözve. Úgyhogy úgy néz ki, hogy én nagyon akarom azért a békét. Nagyon-nagyon békés ember vagyok. Annak ellenére, hogy szerinted én megvertelek valamikor, amiről én nem emlékszem, de ez csak egy ilyen oldali... Amely sem emlékszem, hogy azt hiszem a Sasvári féle biciklin volt valami cirkusz, tehát volt ott egy Sasvári nevű úr, akik ők is kijöttek, és volt valami bicikli, és én még egy gyerek voltam, és egy ideig nem is mentem oda, mert ott volt egy kis verekedés, amire lehet, hogy a húgod, az Erika jobban fog emlékezni. Még kevésbé emlékszik. Nem számít. Ez nem számít. Ez nem erről, nem erről beszélünk. Csak hogy én békét akartam itt mindig, és mindig a béke családban voltam. De mostan ez az utolsó eset. Ez az utolsó eset, hogy amikor jönnek, és semmiből hirtelen kitörik egy ilyen, és egy ilyen,
ez a hatred, ez a echo szina, mi? Szina. Ez a gyűlölet, bocsánat, kimegy a fejemből. Ez a gyűlölet, ami hirtelen kitört az arabokból, ez egy jó, hogy megölni, verni, és támadni. Évtizedek óta ott éltek, akik évtizedek óta... Éltek, akikkel éltünk, akit én dolgoztam velük, és ez nagyon fáj, és állandóan ezek a kitörések, ezek a, mindig ezek az akciók, ezek az új támadások, ez meggyengítik, gyengítik a béke erőket itt Izraelben, ami a végén nem tudom hova fog vezetni. Mert mi lássuk ezeket itt a választásokban is. A baloldal, a középoldal megy és legyengül. Vannak ennek más oka is, de egyik oka, hogy az emberek elveszítik a hitüket ebbe, hogy lehet itt még valamikor béke. És ez az utolsó eset, vannak, akik mondják, hogy ez meg fogja erősíteni minket, de nem úgy, nekem nem úgy néz ki. Ez az utolsó eset, ez nem egy, ennek nagy konzekvenciókat kell kivenni ezekből. Mert ez egy súlyos eset, ami történt mostan. És nem a Hamas, hanem akik itten, az izraeli arabok, akik mennek és kihasználják ezt az alkalmat, hogy a zsidók ellen forduljanak. És ez nagyon-nagyon meagzebubus. Én ezt úgy gondolom, hogyha nem haragszol, itt én mondok egy érdekes dolgot, viccet, hogy a katolikus papok, mikor beszélgetnek, kérdezik, hogy megérjük-e mi még a cölibátus eltörlését. Erre mit mond az egyik? Azt mondja, lehet, hogy mi már nem érjük meg, de a gyerekeink biztos. Nem tudom, érted a magyar fordítást? Nem, pont valahozott nekem valamit. Megint elmondhatod nekem? Bocsáss meg. Nem, elmondom, hogy a katolikus papok beszélgetnek egymással a Vatikánban. És mondják az egyik a másiknak, hogy megérjük-e még a cölibátus eltörlését. Tehát, hogy és akkor egyik megszólal, azt mondja, mi már nem érjük meg, de a gyerekeink, az remélhetően. Na most én is tudok vele, hogy lehet, hogy már nem érjük meg a békét, de a gyerekeink reméljük, hogy megérik. És az a biztató benne, hogy úgy nyugat Európában, mint Magyarországon, egyre több, sőt, azt mondom, hogy szélsőjobboldali politikus, aki korábban az antiszemitizmust, a gyűlöletkeltés mellett voltak, egyre jobban rájönnek, hogyha beengedik ide Európába még több száz millió muszlimot, akkor sajnos elveszítjük a történelmi kulturális örökségünket, amely tulajdonképpen megegyezik a zsidó keresztény kultúrával. Úgy néz ki. Igen. Jó van, majd mindig az eredeti nevedet mondtam, de nem mondom ki, mert mondtad, hogy azt nem szereted, de itt valamikor még ezt mondtuk. Dávid, neked is minden jót, és hogy szokták mondani, hogy békét kívánunk az olajfák alatt, és kézcsokomat küldöm a háttérben lévő kedves feleségednek, és lehet, hogy minél többet jelentkezzetek be a miskolci kilébe, mert én úgy veszem észre, hogy ti azért a szívetek nektek még mindig ide haza húz. Jól látom, és minél hamarabb kívánom, hogy megnézed a miskolci zsinagóga udvart, hogy ahol laktatok, abban most egy csodálatos szép múzeum alakult ki, és nem ismerné rá arra az imateremre, amelyet itt hagytatok valamikor 1962-ben. És ez minden a magyar kormánynak köszönhető, amely tényleg önzetlenül több mint 500 millió forintot költött ennek a felújítására, hiszen az a 72
tagú közösség, amely még megvan Miskolcon, annak erre sose jutott volna pénze, sose jutott volna állami támogatás nélkül keret a avasi zsidó temető megújítására, parkosítására, az is rendben van, és hogy egy friss hír közöljek veled, közös barátunk lett az elnök a héten csütörtökön, biztos olvastad, megválasztottuk elnöknek Dajcs öcsit, Micut. Szeretnék gratulálni az egész frikkösségnek a jó választásra, és öcsinek különösen a megválasztására, és mindenki, aki meg lett választva, sok siker, és remélem, hogy a békesség fog nálatok is, és nem csak a gyermeketek korában. És kívánok az egész szitkösségnek nagyon kellemes savuoti ünnepet, és sok örömet, és békességet, és jó egészséget mindenkinek. Nektek is a legjobbakat kívánom. Kedély csóklom, szervusz Dávid! Köszönjük, és Dvora nevében is köszönjük szépen. Minden jót nektek!